A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hogy mi történt Öreghegyen, mi történik jelenleg, és mi fog történni, erről beszélgetünk. Ma jó napot kívánok, vendégem pedig a térség önkormányzati képviselője, a 13-as körzetről van szó, és Horváth Miklós Csaba, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Mi történik, mi történt az elmúlt időszakban? Több útfelújítás is zajlik a körzetben. Mely utak újulhattak meg ebben az időszakban? Hát, ha a ciklust nézzük, vagy az utolsó évet nézzük, nagy a különbség, ugye sajnos a Covid meg ez a lehetetlen anyagi helyzet, amiben kerültünk, nem csak mi, sajnos mások is, az azért eléggé visszafogta a fejlesztéseket, de ettől függetlenül ugye mindenkinek van egy ütemterve az utcai felújításáról, és azokhoz próbálunk alkalmazkodni, és akkor megkapjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak, miben gondolkodhatunk. Tulajdonképpen szerencsések vagyunk bizonyos szempontból, mert a gyűjtő utaink azok nagyjából rendben vannak, ugye a fiskális út, igaz, hogy gyorsan megy az időben, 3 éve felújításra került közművestől, mindenestől, és ami körbe került bennünket, vagy határól, tehát a körzetet részben, ugye az a Öreghegy északi körzete is az Östörmancsi, az a Pozsonyi út, Zsolnai út, ami még felújításra vár, tervek készen vannak. Ami csúszik, az a Nagyszombati út sajnos. Van viszont hozzá egy jó hír is, hogy Varga Tamás képviselő úr támogatásával, vagy munkásságának köszönhetően elintéződött az, hogy állami támogatásból legyenek zömmel felújítva ezek a nagy gyűjtő utak, és hát most arra várunk, hogy megkapjuk az anyagi lehetőséget, és itt is a tervek készen vannak. Sajnos a Nagyszombati út, nem az a sajnos, hogy ígéretünk van rá, hanem az, hogy nem tudott még elkészülni, de hát azért az Aranybulla emlékébre, ugye a Csúcsoshegy nagyon szépen elkészült, és mindenki, főleg a fiatalok örömére. Valóban egy igazi kiránduló hely lett. Persze ott is vannak még hátralévő munkák, de úgy tudom, lehet, hogy ősszel, de jövő tavasszal biztos ott is egy vizes blokk kialakítása el fog készülni. Úgyhogy még komfortosabb lesz ott az a kiránduló hely is. És ami a útfelújításokat illeti, régóta be van tervezve a Krasznai Udvardi út közművekkel együtti felújítása. Ez már kiírásra került, tehát közbeszerzésre került, és úgy néz ki, hogy idén elkezdjük, és jövőre ezeket be is fogjuk fejezni. Ez is évekkel ezelőtti ígéret, tehát ebben a ciklusban ezzel kezdtük, hogy a tervek elkészültek. Hát van még rá egy évünk, hogy azért ezeket a terveket, ígéreteket be tudjuk tartani, és természetesen vannak olyan útfelújítások is, mint ami most például a Galántai úton történt, vagy történik, ott is az útfelújítás fele elkészült, másik felét megcsináljuk tavasszal, és akkor szeretnénk ezeket folytatni. Ugye, hát én is elég sokat
morogtam, meg dörögtem azért, hogy öreg, úgy érezzük, vagy úgy éreztük, hogy Öreghegy a többi városrészhez képest kicsit elmaradásban van. De hát, ha őszintén bevagyok, akkor ennek objektív okai voltak, vagy vannak. Ugye Öreghegyen elsősorban a csapadékvizelvezetéssel vannak, vagy voltak gondok, miután a szennyvíz program befejeződött, hála Isten, az egész városban, úgyhogy utána tudtuk elkezdeni azokat a közműfelújításokat, ami a csapadékvíz elvezetéséhez a belső területekről feltétlenül fontos, hogy elkészült. Ezek közé tartozik a fiskális út is többek között, ugye, mert az egyik csapadékvíz befogadója Öreghegynek ott az Aszalvölgyi árak és környéke, mert lefele folyik a víz. Másik a Budai út fele megy, illetve ott a Nagyszombatin is, és az meg megy a Díny és Kajtor csatorna felé, ott a most épülő lencse létesítmény, és multikulturális csarnok, és a Mentavű között. Tehát ezek elkészültek, és közben tervek is, minden utca terve elkészült, felújítási terve. Az az igazság, én 10 évvel ezelőtt leadtam egy olyan anyagot, hogy a körzetben lévő 76 utcából 52-vel problémák voltak. Olyanok, amiket segíteni kellett, és akkor hát ezeket be kell ütemezni. Hát sajnos nem tartunk ott, hogy mind az 52 elkészült volna, vagy akár a tervés kész lennének, de hát beszéltem már róla, hogy azért vannak objektív, de főleg pénzügyi akadálya is a dolgoknak. Egy a lényeg, hogy a városvezetése is azon van, hogy ezek minél előbb megoldódjanak. És hát a multicsarnokot már említette, ott már egészen megváltoztatta tulajdonképpen a városrész, az egész város látképét, ahogy a Nagyszombati útról például kanyarodnánk a Budai útra, ott azért már szépen látszik, hamarosan elkészül az is. Hát igen, ez a Györgyike körzete, ugye a Ráczhegyi képviselő körzetbe tartozik, de hát közös, mert a Budai útról van bejárat oda is. A lényeg ugye ott is az, hogy nagyon régóta várjuk már, hogy ez elkészüljön. Nem csak a jégkorong bázisa lesz. Ha megkérem, akkor csak egy kinyomással, köszönöm szépen, előfordul. A lényeg az, hogy mindenki várja ennek a csarnoknak az átadását, még karácsony előtt úgy. Lehet. Igen, megállították egy pillanatra. Miért hittem azt, hogy kihagytam? Nem tudom, de majd most el fogja venni a Krisztián a telefonodat. Nem fog meg. Azt hittem. Köszönöm tényleg, szépen. Ja, de viszont le van halkítva most már? Biztos, nem van. Köszönöm szépen. Vidd ki. Yeah. De nyugodtan. Köszönöm. Szerintem megjegyzíteni csak. Ennyi. Köszönöm, és akkor felteszed a kérdés, hogy választol? Szerintem mehetünk választol, hogyha lehet úgy vágni. Jó, persze. Köszönöm. Pillanat, még nem szóltak. Mindjárt elindítják. Jó, tehát ugye nagyon várjuk már évek óta. Sok probléma volt, ugye már a kiírásnál is hozott, többször kiadtuk, hogy kiírtuk a pályázatot is, ott is gondok voltak, hol nem volt jelentkező, hol kevés, hol sok. Egy a lényeg, hogy végre sikerült
Igaz, hogy azt is lehet mondani, hogy majdnem háromszoros áron a kezdeti kiírási összeghez képest, de aki járt arra és látta, egy tényleg egy csodálatos látványra és nagyon szép létesítmény, és valóban nem csak a sport, nem véletlenül multifunkcionális csarnoka lesz, tehát egyéb rendezvényekre, nem csak sportrendezvényekre lesz alkalmas, változtatható nézőtérrel, tehát ultramodern. Mikor lehet majd megnézni ezt, mikor lehet az átadás, mit lehet most látni nagyjából? Az biztos, azt tudom, hogy a jégkorong csapat még ezt a szezont a Raktár utcában folytatja, de attól még a csarnok lehet, hogy korábban elkészül. Hát, ha így megy tovább, biztos, hogy a közönség is egyre szabad. Már az eredményesség szempontjából ugye az AV19-es csapatunk, ugye mostanában nagyon megy a szekér, hála Isten, és... Minden meccsen kint van egyébként? A Raktár utcában ki szokott menni? Igen, van bérletem, persze. Tehát kevés olyan sportesemény van, amire nem megyek. Van egy, amelyikre kevésbé, de azt inkább nem említem most. Tehát a lényeg az, hogy valóban köztudott, hogy milyen büszkék vagyunk a város sport életére, és a lakói sport életére is, hogy valóban egy sportos város lettünk, nem csak sportváros, és ez nagyon hiányzik, vagy hiányzott. Tehát ez a csarnok nem csak a sport miatt, hanem az egyéb rendezvények miatt is, mert elég sok egyéb rendezvény is van. Csak egyet említenék, amit itt Öreghegyen, illetve a Vokba szoktunk tartani, az a Közép-Európai Méhész Fesztivál évente, ugye, ahova több ezren jönnek, és a Kárpát-medence minden részéből, és ugye talán nem haragszik meg a polgármester úr, jó pár évvel ezelőtt ki szokott jönni ugye ő is erre, és akkor mondta, hogy készülünk a csarnokra, mert ugye a Vokba nehezen férnek be, és akkor majd az új helyen milyen szép lesz, és nyugodt körülmények között lehet majd méhész találkozókat rendezni. Hát úgy néz ki, hogy többek között ez is helyet kapott, tehát egyéb a fiataloknak szóló egyéb rendezvények is. Merre mehet tovább Öreghegy fejlesztésének útja, illetve amiről még nem beszéltünk, az Kisfalud? Azt kell, hogy mondjam, én nagyon büszke vagyok a kisfaludi város rész lakóira, és elsősorban, mert valóban ott most már hát közel 300 család lakik, ugye mindig nyitanak utat, és két évvel ezelőtt 950 és 1000 között volt a lakó száma, most már biztos eléri az 1000-et is, és ott a közösségháznak vagy faluháznak köszönhetően is több csapat van, csoport, különféle egyesületek, a nyugdíjastól, a babamama klubik, borászatok népszerűsítésével együtt, tehát pezsgő élet zajlik ott kin. Egy kórusunk is van a Csordás Pistáiknak köszönhetően. Úgyhogy, de ott is ugye egyre jobban, ami még hiányzik Kisfaludról, az a közvetlen összeköttetés a Zsolnai úttal. Tehát ugye ott a Murvabányán keresztül van, tehát el lehet menni, ott pontosan az Aranybulla emlékmű mellett megy ki ugye egy út, de az nem a tipikus közút. Tehát
össze szeretnénk, hogyha előbb-utóbb összekötésre kerülne. Ez a buszforgalom szempontjából is jó lenne, mert ahol van a zsolnai Nagyszömörti úti találkozásot tovább lehetne vinni Kisfaludra, Malomhegyi út felé az utat, és akkor a 24-es busz, hogy vannak olyan buszok, amik közvetlen ki tudnának menni, és nem kellene kacskaringozni. Ugye most csak egy járat van a Kisfaludra, a 22-es, de reméljük, hogy terve van véve, tehát hogy ez még megoldásra vár azért. Szerintem a következő ciklusban valószínűleg, de hát ez is, mint minden, pénzkérdése. Tervek viszont vannak, és az jó hír, mert akkor együtt gondolkodása helyiekkel van bőven. Igen. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha tehetik, akkor tartsanak továbbra is a Fehérvár Televízióval. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.